Az evangélikus egyházban egy lelkész beiktatása fontos és ünnepi esemény, amelyben a közösség és a lelkész közötti szoros kapcsolat mélyül és erősödik. Az ilyen alkalmak nagy eseménynek számítanak a gyülekezet életében, hiszen a lelkészavatás Jézus Krisztus missziói parancsán alapul, és ahogyan Jézus küldte tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot, úgy küldi az egyháza megfelelően felkészült tagjait lelkészi szolgálatra. Ilyen ünnepi alkalom jött el szombaton a székesfehérvári evangélikus egyházközségben, hiszen Szető Anita Kata másodlelkész beiktatására került sor. Kata nem olyan régen állt be a lelkészi szolgálatba, és a gyakornok éveit világi megfogalmazással a segédlelkész éveit itt töltötte Székesfehérváron, és a székesfehérvári gyülekezet közben nem csak őt kedvelte meg, hanem rájöttek, hogy a közösség akkora, hogy egy lelkész nem tudja ellátni a szolgálatot, ezért létrehoztak még egy lelkészi állást, és ebbe a lelkészi állásba iktatja be az egyházmegye esperese a megválasztott lelkészt. Szető Kata beiktatására az evangélikus egyház rendje szerint került sor. Az esperes és a lelkészek vezette Isten tisztelet mellett elhangzottak az avató kérdések és az eskütétel is. Az ünnepi eseményen részt vett Lernár Zsolt alpolgármester is, aki az egyház munkájának fontosságát hangsúlyozta. Fontos nem csak az egyház közösség, hanem a város részére és a város közössége részére is. Egyrészt fontos azért, mert erősödik a hit, a másik pedig, hogy az evangélikusok 150 éve önálló egyházközségként vannak jelen városunkban. Közel 30 éve itt az egyház, a gyülekezeti házat létrehozták, és nem csak a hitéletben, hanem kulturális életben, civil szervezetek befogadásában is nagyon jelentős az ő tevékenységük. Szető Anita másodlelkész beiktatására április 27-én szombaton a Szegfű Gyula utcai evangélikus templomban került sor.